egyik vezérrendőrünket. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és öröm látni, hogy ilyen szépen kitartanak. Az előadásban arról szeretnék beszélni, hogy Magyarországon ugye mi minden történik, és hát egy konkrét fejlesztés kapcsán mondanék, mutatnék meg néhány eredményt. Ezt a mottót azért szoktam elmondani jó néhányszor, mert nagyon sokszor, még itthon házon belül, mert a ház alatt az országot értem, sem jut el ez az információ a megfelelő helyekre, hogy amúgy nagyon finom gulyáson kívül mást is tudunk készíteni. Igazából egy műholdas kommunikációs rendszerről van szó, ennek a AIS, az angol rövidítése, tehát az ilyen automatikus ilyen helymeghatározó, meg kommunikációs rendszernek a rövidítése, és azonosító rendszer. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy részt vehettünk ennek a műholdas fedélzeti elektronikának a kifejlesztésében. Az aktualitása a dolognak az, hogy ezen a héten szerdán délelőtt állították pályára Indiából egy PSLV rakétával, még három másik műhold társaságában. Ez egy olyan műholdas rendszer, ami 18 műholdból áll, több pályasíkon kering. Nagyon fontos ugye az a magyar részvétel, amihez hát lehetőséget kaptunk. A magyar űrtechnológia, űrkutatás, űripar történetében ugye már 30 évvel ezelőtt is készítettünk különböző fedélzeti berendezéseket, de mégis ezt egy mérföldkőnek lehet tekinteni. Mégpedig len azért, mert ez a berendezés, amit készítettünk, ez a szolgálati rendszer része. Tehát ez a műhold üzemeléséhez szükséges. Nem egy tudományos műszer, egy kísérlet, ami ha véletlenül elromlik, akkor nem történik semmi, lekapcsolják, és attól még a műhold él tovább. Hanem ha ez a berendezés meghal, akkor az egész műhold meghalt. És ráadásul egy több műholdból álló konstelláció, tehát egy egész műholdas flottának a összes holdjára ezek a berendezések kerülnek. Tehát ilyen még korábban nem volt. Tehát ezért a fejlődésnek egyik lépcsőfokának lehet tekinteni. Hát, amint itt szóba került, ez egy digitális fedélzeti moderátor, és az egyik legkorszerűbb úgynevezett szoftverrádiós technológiával készül. Ez röviden annyit jelent, elnézést, hogy az összes funkciót szoftverből oldjuk meg. Van persze hardware vonzata, de a lényeg az, hogy nagyon jól átkonfigurálható és nagyon flexibilisen használható rendszerről van szó. Bocsánat, hogy túl gyorsan léptem. Visszafelé már nem megy, de megy. Így kell képzelni magát a... Talán jó lesz. Magát az egész konstellációt. A Föld körül több pályasíkon keringenek. Ennek az a előnye megvan, hogy hasonlóan a GPS rendszerhez a Föld adott területei fölött garantáltan lesz egy-két-három olyan műhold, ami a elérhetőségi, láthatósági tartományon belül van. Igazából ennek a rendszernek az a feladata, hogy a tengereken közlekedő hajókkal állandóan digitális kommunikációt lehessen folytatni, mert a hullámterjedés adottságai miatt a partvonaltól kb. 40-50 kilométeren túl már nem elérhetők ezek a hajók. Ugyanakkor a lényeges tulajdonsága az, hogy a GPS vevőjük segítségével és azzal a kis transponderrel, amit minden 300 bruttó regisztert tonnát meghaladó hajóra kötelezővé tesznek, automatikusan felküldi a pozícióját, és ezáltal a földi irányító központokban követni lehet, hogy éppen ki hol jár. Így néz ki, hát egy kicsit életlen a kép, elég gyorsan készült, így néz ki maga a műhold, hogy legyen egy elképzelésünk róla. Ezen az ábrán azt lehet látni, hogy ugye ez egy kivetítő ábra, ezt lehet látni egy kis kontaktiba.
sőt, megpróbálom valahogy fel. Jó, akkor ez így működni fog. Tehát itt ez egy kivetített ábra, és lehet látni, hogy ezek a körök a fő lefedettségi területeket jelentik. Hát nyilvánvaló a sarkvidékiken, ahol nem nincs nagy hajóforgalom, túl nagy lefedettségnek nincsen értelme. Ezen az útvonalon lehet látni a Föld különböző területeiről. Ezek a zöld pöttyök, amiket ott láthatunk, ezek valós, valós pozíciókat jelölnek. Ez egy screenshot, de az igazából az élő felvételen, ha ezekre rázoomolunk, akkor egész a legutolsó hajóig lehet látni. Olyannyira, hogy a nagy monitoron, ahol ellenőrzik a forgalmat, ott amikor egy-egy ilyen pontra mondjuk rákattint az illető, és ráviszi az egeret, akkor kiírja neki a kezelőnek, ugyanúgy, mint a légirányítóknak, kiírja azt, hogy mi a hajó neve, ki a kapitány, hanyas cipőt hord, hány fok a hajó motornak a hőmérséklete, mindenféle egyéb adatot. Na most a felhasználás, gondolom a fantáziánk az elég jó ahhoz, hogy el tudjuk képzelni. Például az egyik nagyon fontos dolog az ugye a kalózkodás elleni küzdelem, mert ugye így elég a kapitánynak a pánik gombot megnyomnia, és azonnal lehet látni szinte pár méteres pontossága, hogy hova kell küldeni a csendőrséget. De hát ugye nagyon sok minden mást is. Jól lehet látni, hogy a kontinensek partvidéki zónája milyen sűrű, tehát ott igazából milyen nagy a hajóforgalom. Ez egy másik olyan kép, ahogy a műhold láthatóságból adódóan, tehát a műhold szemszögéből hogyan néz ki. Igazából ez egy picit szakmai, de nem leszek nagyon szakmai. Hát itt gyakorlatilag a lényeg az, hogy olyan korszerű megoldásokat használtunk, hogy a digitális módon, szoftverből, speciális adaptív szűrőkkel és egyebekkel minden olyan nem tisztaságot, ami nem oda való, azt ki tudunk szűrni. Ezáltal gyakorlatilag szinte olyan ideális jeleket tudunk generálni, ami az egyetemi tankönyvekben megtalálható. Egy olyan fajta modulációval, amit úgy hívnak, hogy SOQ-PSK, meg egy speciális mikrohullám erősítő, teljesítmény erősítő, amit F-osztályúnak hívnak. El lehet azt érni megfelelő kódolásra, hogy gyakorlatilag ne legyen spektrális torzítása az egésznek. Ezáltal sokkal jobb minőségű lesz a kommunikáció a műholddal, sokkal kisebb teljesítmény elérhető, és gyakorlatilag hibamentes digitális kommunikáció érhető el. Ez a két görbe, ez azt mutatja, az egyik görbe, a kék, az a erősítő előtti spektrális állapot, a fekete, meg az erősítő utáni, egymásra másolva. Ez azt jelenti, hogy tökéletesen fedi egymást a két görbe, tehát nincs spektrális torzítás, még akkor sem, hogyha úgymond szaturációban, tehát teljes kivezérléssel működik az erősítő. Ez egy másik nagyon fontos görbe. Ez amit itt lehet látni, ez a elég gyakran használt, régóta használt úgynevezett BPSK modulációs görbe. Ezen a tengelyen a hiba arányt, a bit hiba arányt lehet látni, itt pedig lenne hát gyakorlatilag a jel per zajviszonynak a megfelelő paraméterét, és azok a modulációk, meg hibajavító és egyéb kódolások, amiket alkalmaztunk, itt fel van sorolva, azok más-más minőségű összeköttetés jelentenek. A tengelyen látható, hogy például ez, ami beletépítve, ami a modulátorban van, és a BPSK között ilyen körülbelül 8 decibel különbséget. Azt tudni kell, hogy 6 decibel az négyszeres teljesítmény viszonynak felel meg. Ez azt jelenti, hogy körülbelül mondjuk 8-ad akkora teljesítménnyel el lehet érni ugyanazt a bit hiba arányt. Ez azt jelenti, hogy el kell képzelni egy műhold fedélzetén, nem mindegy az, hogy mekkora napelem táblát kell használni, ott mindig limitálva van az elérhető teljesítmény. A másik, az használt technológiánk azt eredményezte még, hogy nagyon-nagyon kicsi zavar sugárzása van a rendszernek. Ez a, úgy látszik, most semmi sem működik.
ez a piros görbe, ez a zavarsugárzásnak a tolerancia szintje, tehát ez az elfogadható szint. Ami alatta van, az a jó, ami fölötte van, az nem lenne a nem jó. És egy ilyen vízszintes vonal az 10 decibel, 10-szeres viszont jelent, ez itt látszik, hogy körülbelül 40-50 decibel, tehát nagyon-nagyon túlteljesítjük az elvárt specifikációt. Ez a megvalósított áramkörnek, vagy berendezésnek az egyik oldala, ahol látható, hogy két teljesen egyforma valamiről van szó. Ez azt jelenti, hogy redundanciában van megvalósítva, tehát két teljesen ekvivalens berendezés. Ha véletlenül valami oknál fogva az egyik meghibásodna, akkor a másik át tudja venni helyette. Hát ezek ilyen kis úgynevezett kis esendő alkatrészek. Itt van a nagy ható, vagy nagy hatásfokú különböző ilyen energiaátalakítók. Azt kell tudni még, hogy egy ilyen berendezésnek a teljes teljesítmény felvétele a fedélzeti buszról maximum 1,6 watt, ami egy nagyon jó érték, tehát nagyon energiatakarékos. Ez a másik oldala, ugyanennek látható itt is, hogy két egyforma ágról van szó. Az a nagyobb, most nem működik a lézerpointer, de működik. Ez az áramkör, ez az úgynevezett FPGA, egy ilyen digitális chip. A teljes tudás, ami benne van, az összes kódolás, minden ebbe az egy chipbe van realizálva. És tényleg a legmodernebb technikai megoldásokról van szó. Hát itt a tiszta laborban különböző dolgokat tudunk megcsinálni. Ez a cégünk mikrohullámú laborjának egy részlete. Ez az ország legjobban felszerelt mikrohullámú mérőlaborja. Ez a úgynevezett EMC mérőlabor. Ez egy, úgy kell elképzelni, ezek a kék piramisok, ezek mintha egy... Ja, köszönöm szépen. Ó, kiváló, köszönöm szépen. Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy hangstúdióban a kitapétázott, ez az elnyelő anyag. Az a hangtartományban van így, ez viszont az elektromágneses tartományban egész 40 GHz-ig. Ez azt jelenti, hogy ha bemegyünk ebbe a szobába, és becsukjuk az ajtót, akkor a külvilág elektromágneses szempontból teljesen ki van zárva. Most is, bár nem látjuk, de egy elektromágneses szemét vesz bennünket körül. Ha látnánk, akkor elborzadnánk. Na most ezek mind befolyásolják a berendezésnek a működését, illetve ahhoz, hogy meg tudjuk mérni, hogy működik, ahhoz körülöttünk csendet kell csinálni. Nem olcsó egy ilyen szoba, de hát a szükség van, a cégünk az rendelkezik erre, és ide felszereljük a speciális antennákat, és itt történnek a különböző mérések. Igen, hát ez a hely, ahol készült. Másfél évvel ezelőtt készítettünk el egy 11.000 négyzetméteres high-tech épületkomplexum, ahol több cég van jelen. A mi cégünk hát a meghatározó részt képvisel ebben, de több kisebb szintén űriparban, lézertechnológiában és egyéb más területen található cégnek egy ilyen összefogó inkubátor feladatokat is betöltő helyisége ez. És hát ugye jó hely arra, ami az egész rendezvénynek, hogy talpra magyar, hát mi tudunk helyet adni ehhez a talpraálláshoz. És hát ez a csapat, akik készítették, a tiszta szobában készült a felvétel, nem díszegyenruha, hanem a tisztasági követelmények miatt van erre szükség. És hát ezzel köszönöm a figyelmet.